Nagyon örülök, hogy eljöttetek. És remélem, hogy azok a Fidesz tagok, akik most egyébként bent vannak ebben az épületben, de a villanyokat leoltották, mert amikor én ide érkeztem a tüntetésre, és én voltam itt a legelső, és rajtunk kívül még csak öt civil rendőrnek tartott, akit éppen eligazítást, úgyhogy ennyire amatőrök voltak, hogy arra sem figyeltek, hogy legalább a szomszéd utcában tartsák itt az eligazítást, és most legalább újabb öt civil rendőr arcképével gazdagodtam. Amikor ide érkeztem, akkor itt minden lámpa égett ebben az épületben, és azóta nem jött innen senki. Tehát leoltották a villanyokat és sunyogtak. Ugyanazt csinálják, amit a politikában is és a budaházi ügyben is, nem mernek szembenézni magukkal, hanem elbújnak a médiájuk mögé, elbújnak a hatalmuk mögé, illetve most elbújnak az ablakok palettájuk mögé. Remélem, hogy kinéznek, most látják ezt a tömeget, és remélem, hogy elmondják a pártársaiknak is, hogy igenis van több száz, vagy több ezer hazafi, aki a Budaházi Györgyért és a másik politikai fogolyért, Szász Endrejért kiáll, és remélem, hogy azok az emberek, akik a Fideszre szavaztak, és ahogy az Enka is elmondta, rengetegen közülünk egyébként egyetértenek abban, hogy a Budaházi Györgynek ki kellene szabadulnia, és nem értenek abban egyet, hogy börtönben tartják. Remélem, hogy ezeknek az embereknek győzni fog végre a lelkiismeretük, és nyomás alá fogják helyezni a politikusaikat, akár Budapesten, akár vidéken. Mi ebben segíteni fogunk nekik egyébként, hiszen, ahogy azt a tavalyi utolsó tüntetésén is elmondtuk, az összes magyar városban, ahol van Fidesz iroda, fogunk szervezni tüntetéseket a Fidesz irodák előtt. Nem feltétlenül kell olyan tüntetésre gondolni, mint itt, hogy ekkora nagy tömeget mozgatunk meg, hanem lássa az ottani Fidesz tag, az ottani Fideszes politikus, akik egyébként néha azért relatív még közelebb is vannak hozzánk gondolkodásban, mondjuk a parlamentben ülő Fidesz politikusok, hogy igenis van Magyarországon, és vannak Magyarországon politikai foglyok, és őértük kiállnak, és ez a Fidesz bűne, hogy ők még börtönben vannak. Hiszen egyetlen ceruza vonással lehet őket kiszabadítani, ezt már elmondtuk több tüntetésen, nem kell nagy dolgokról gondolni, Magyarország valamelyik, akár a miniszterelnök, akár a köztársasági elnök egyetlen ceruza vonása elég lenne ahhoz, hogy kiszabaduljanak. Ezt még mindig várat magára, most már lassan ugyanannyi napot töltenek börtönben a Fidesz éra alatt, mint az MSZP alatt, és ez most már szörnyű, tehát ezt egyébként ugye mi sem gondoltuk, pedig nem voltunk naívak, amikor tavaly a választásra készültünk, nem voltunk naívak, de azt azért én is ugyanúgy egyetértek ugye Raúl Nagy Tamással, nem gondoltuk, hogy ennyit kell várni arra, hogy még ennyi idő elteltében is Budaházi Gyuri és Szaszka börtönben van. És most elmondok egy érdekes kis sztorit. Ma reggel a Venyigei utcai büntetési végrehajtási intézetben voltam, ahol a Budaházi Gyuri társát, Szász Endrét tartják fogva, és ugye mindig, és a büntetési körülményei még ugye nehezednek, tehát most sem tudtam vele beszélni, tehát elmentem, hogy meg tudjam látogatni, ugye a képviselő jogállásomnál fogva elméletileg lenne rá lehetőségem, és most sem engedték. Elméletileg úgy néz ki, hogy egy 10 napon belül talán lesz rá lehetőség, tehát egy ilyen jogi művészkedés kell hozzá, de most se enged, tehát egyszerűen nem engedik meg, hogy találkozzak vele, tehát egyszerűen nyomás alá van ő is helyezve, és minden kapcsolattartást megnehezítenek vele. Tehát a politikai foglyok körülményei csak romlanak a Fidesz kormány alatt. Ezt amíg az MSZP kormány volt, nem voltak olyan körülmények a börtönben, mint most. És ezt szörnyű kimondani. Van egy másik érdekes történetem is. Most január hónap folyamán egy parlamenti fideszes képviselővel összefutottam, és mondtam meg, említettem neki ezt a tüntetést, hogy 27-én tüntetünk a székházuk előtt, és természetesen ő egyetért abban, hogy Budaházi György
börtönben van. Most nem említem a képviselő nevét, de ő egyetért abban, hogy Gulyázi György majd, közben, hogy ezt említem, majd nyilván meg fogja érte kapni a járandóságát majd, vagy így, vagy úgy. De egyetért abban, hogy Gulyázi György börtönben van, és nyilván ugyanúgy terroristának neveztem, mint hogy most már a magyar, a Fidesz által uralt magyar média vagy közül egy terroristát nevezik. És erről a tüntet, amikor felhoztanak ezt a tüntetést, azt válaszolt, hogy úgy cseresztek itt sokan, mert hideg van. Most erre egyrészt rácáfoltunk, kettő, azt üzenem neki, és a többi fideszes politikusnak, akiknek a lelkén szárat, hogy Gulyáziékról mindig börtönben vannak, hogy lehet fűtött helyen is tüntetést szervezni, úgy hívják, hogy Magyar Parlament. És majd megnézem az arcát, majd akkor vigyorogjon, amikor a pacsorai előtt fogunk majd tüntetni, és úgy gondolom, hogy ha nem engedik ki a háziékat, akkor erre is sor fog kerülni. Köszönöm szépen! Még egy szolgálati közleményt elfelejtettem. Ugye említettem előbb ezt az egész országra kiterjedő fideszes tüntetést, Fidesz székházak előtti tüntetést. Mondanak egy e-mail címet, amit nagyon könnyű lesz megjegyezni, budahazi@hvim.hu. Ezt mindenki kérek, hogy akinek kedve van ezeken a tüntetéseken részt venni, vagy akár a szervezésében részt venni, vagy megszervezni ezeket a tüntetéseket egy kisvárosban, akkor, amikor a Szent Korona Rádió majd felkerülne az első ilyen tüntetések, akkor erre az e-mail címre kérjük a jelentkezéseket az olyan városokban, ahol még nincs megszervezve, ez nyilván a Szent Korona Rádió fel lesz sorolva, hogy melyik városokban tudtuk megoldani a szervezést, és ahol nem volt erre az e-mail címre, tehát budahazi@hvm.hu e-mail címre kérjük majd a jelentkezéseket. Előre is köszönöm.